világot, megölhetsz királyt és császárt, elpusztíthatsz birodalmakat, hitet, nyelvet, hagyományokat, de nem győzheted le a titkos szolgálatokat. Azok elpusztíthatatlanok. Fussé! Csak úgy győzhetünk, ha megvan a magunk saját szocialista terrorja. Nem csak a bűnösöket kell kivégeznünk, az ártatlanok kivégzése még nagyobb hatást fog gyakorolni a tömegekre. Zinovjev! Sztálin, Rákosi, békénk útjai. Emberség, erős üzenet. A terfőrű ember alkotása. Ébredd meg, Sztimára népeket. Sztálin, Rákosi, valóságunk. Hozzánk tartoznak, mint a nap. Bátor az tiszta ember, ki általunk lett boldogan. Az AVH mindig az történt, amit Rákosi akart. Állította a párt központi vezetőségének ülésén évekkel később Lévai József. Annak ellenére, hogy az ABU, majd AVH hivatalosan egy vagy több kormányzati szervnek volt alárendelve, a valóságban mindig is a trojka, azon belül is főleg Rákosi volt Péter Gábor egyetlen felettese. A közvetlenül a kommunista pártvezetőktől függő államvédelem mindenével ellentétben nem az államot, hanem a pártot védte. ABU feladatai közé tartozott az államrendbe, és közbiztonsága ütköző cselekmények felderítése, háborús és népellenes bűncselekmények nyomozása, a politikai vonatkozású röpületok szerzőinek és terjesztőinek nyomozása, a bejelentett gyűlések megfigyelése, a titkos rádióadók felelése, illetve az állam és közbiztonság szempontjából káros személyek kiiktatása vagy internálása. A szervezetnek külön alosztályai foglalkoztak a belső hírszerzéssel. Általában Péter Gábor előbb értesült egy-egy levél tartalmáról, mint ahogy ezt a címzet felbontotta volna. Nem általánosítható, hogy az AVH berkében mindenkinek hajlama volt a szadista kegyetlenkedésre. Az viszont igen, hogy a párt által súlykolt folyamatos elvárások az eredménycentrikusság egyszerűen beléjük kódott a mindennapi embertelenségre. Az eljárásmódot csak motiváltan hirdetetté vált belső utasítás, hogy a foglyokat ne csak őrizzék, gyűlöljék is. Nem egy esetben fordult elő, hogy maga Péter Gábor, miután a fogoly sokáig ellenállt vallomásos szignózásának, kezébe vette a stafétabotot, és az általa gyenge kezűnek vélt kihallgatótól, és maga szurkálta tovább zsákvaró tűvel a vallatott szemét. Miután sem az, sem a gumibot nem használt, a kórházi ágyon fekvő fogoly szeme láttára verték hozzátartozóit, hogy aláírja vallomását. Rákosi halála után 1953-ban 1 millió 150 ezer ember kartotékja volt az államvédelemnél, azaz ennyi ember ellen alkalmaztak adminisztratív rendszabályokat. 672 ezer ember ellen volt valamiféle jogi eljárás folyamatban, hála az AVH 40 ezer fős besúgó hálózatának. Megmondom, hogy Benedikt Istvánnak, amikor nem kívánok semmit erősebben, mint az, hogy szolgálatra lehessek Metszegyvezen a kiváló pártjának, és szeretném hűségemről biztosítani, hogy kiváló pártok tévedetelemzeződik a főtitkár eltársa. Megmondom, hogy Benedikt nem kívánok semmit erősebben, mint az, hogy szolgálatra lehessek Metszegyvezen a kiváló pártjának, és szeretném hűségemről biztosítani, hogy kiváló pártok tévedetelemzeződik a főtitkár eltársa! Megundorod váltig saját magamtól, nem kívánok semmit erősebben, mint azt, hogy szolgálatára lehessek nagyszerű hazám kiváló pártjának, és szeretném hűségemről biztosítani kiváló pártunk tévedhetetlen vezetői, a főtitkár elvtárs. Satöbbi, satöbbi. Ne tessék elrakni, aláírom. Hogy volt? Hát úgy, hogy aláírom. De miért? Hogy miért? Évek óta majd minden nap alá akarja velem iratni ezt.
űrlapot most meg értetlenkedik. De ilyen értelem? Fordulaton estem át, főnök úr. Nem harcolt tovább a párt és a főtitkár eltás ellen. Csalódtam magában. Maga, mint az ország legrégebbi, sőt, egyetlen fogja csak, hogy feladja az elveit. Hát hova jut így a világ, kérem? Annyira magányos vagyok. Ebben a kifogástalanul működő országban már mindenki belátta, hogy a mi pártunknál, a mi tévedhetetlen főtitkár elvtársunknál nincs jobb a világon. Most rajtam a sor. Szeretném otthon ülve, a fotelomban, a bélyeg albumaimat nézegetni. Most ezt mondja, de ki robot bombát akarhatod tábornokára? Talán én. Hol van az már? Különben se robbant fel a bomba. Szóra sem érdemes az egész. Nem ismerik magára. Emlékszem azokra a szép időkre, mikor büszkén leköpte a tévedhetetlen főtitkáreltás arcképét. Hova lett magából a tartás? Cellám ablakából, ha odahúzom a bridge-et, és a bridge rába fordítom, fenekével fölfogja a küblit, és a kübli rába lábújhelyre ágaskodom. Egy gyönyörű rétet látok, melyen tavasszal gyönyörű virágok nyílnak. Napkaszáláskor kijönnek a földművesek és lekaszálják a füvet. Ez alatt a 10 év alatt megfigyeltem, mekkora elégedettség van az arcukon. És ez az elégedettség évről évre egyre csak növekszik. Tudhatnám, hogy a szabályzat szerint tilos az ellablakán kinézni. No, de én eszmei nevelői célzottá teszem. Bocsássa meg, de kötelességem, hogy még mindig kételkedjek szavaiban. Mit szól például országunk kétségbejtő vasúti közlekedéséhez? Azt még államrendünk legáldázabb ellensége sem tagadhatja, hogy a vasút úgy is, mint jelenség létezik hazánkban. No és ebből a szempontból soha nem voltak olyan gondolatai, hogy na tudja. Nem értem, főnök úr. Komolyan mondom, most csak magával beszélgetek, az az érzésem, hogy perecet dobot akartam távolokára, és nem bombát. Soha nem jutott eszébe, hogy a tévedhetetlen főtitkárártárs hülye. Na de főnök úr. Jó, jó, persze, hogy azt ő beismeri, hogy a legvilágosabb elméletek is lehetnek bizonyos gyengeségek. Mit csinál, főnök úr, talán? Valami belement a szemébe? Kacsingatok maga ökör! Miért kacsingat? Szégyelje magát! Ilyet kérdezni régi összeesküvő létére! Elfelejtettem már, mit is jelent ez. Talán valamilyen célzás? Hát tudja, a börtön nevelő hatása ugyan, mondja már, mire gondolt? Hát maga szerint nem egy vérszomes fele van a főtitkár eltárs? Micsoda? Jó. Hadd gratuláljam elsőként a magam és a legfőbb parancsnokság nevében. Örvendetes fejlődésére. Nem lehet, hogy maga csak azt hiszi, hogy nem gondol valamire, amire valójában gondol. Tudja, ilyen lélektani izé. Biztos lehet a főnök urakban, hogy még véletlenül sem gondolom azt, amire gondol, hogy gondolok, még lélektani szempontból sem. Remek. Higgyen, főnök úr. Ő most már pártunk és kormányunk lelkes hívével áll szemben. És a fejlődés zálogát mindenki magában hordja, hogy azt a tévedhetetlen főtitkár eltárs megmondta. Határa csillagoség! És szabadság? Hát mi a szabadság érzése a hatalommal való egyetértéssel szemben? És maga érősködött itt az állampénzét 10 évet, mint összeesküvő. Itt írja alá. Azt mondta, szereti a bélyegeket. Ha marad, egészen különleges bélyegekre tetszett. Tudja, ügynökénk a világ minden tájáról küldnek jelentéseket, és megígérem, hogy ezekről a jelentésekről saját kezüleg fogom ráztatni a bélyegeket. La. Az ajánlat csábító, de nemet kell mondanom. Legyőzhetetlen bennem a vágy arra, hogy pártomat és kormányomat szolgáljam. Hol az a papír, hadd írjam már alá! Nagyon nagyot csalódtam magában. Ne is lássa! Takarodjon innen! Hé! Itt van, amit letárkóztatásakor lefoglaltunk magától. Tessék a bombájának a bátelmeskört. Tartsa meg, főnök úr! Az együtt töltött 10 év emlékére. Na ne szomorkodjon! Higgyel, magának is jobb lesz. Nyugdíjba megy, kijáratóra pecázni, csapkozni fog a parkban, élvezni fogja. Túl pecázni, mindenképpen csapkozni. Nem, ezt nem tettem! Öröstel, tizedes! Igenis, rendőrfőnök eltárs! Valami jelenteni való? Sajnálom, hogy csalódást kell okoznunk a rendőrfőnök eltársnak, de semmi.
már majdnem sikerült valakit letartóztatnunk szemetelésért, de az őrmester elvtárs nem volt elég fürge, és mire odaértük, addigra a célszemély felvette az orvul eldobott cukorkapapírt. Ez igaz a rendőrfőnök elvtárs? Nagyon szégyellem magam. Ugyan? Kicsinség ahhoz képest, ami az előbb történt. Csak nem. Az lehetetlen. De bizony, a foglyunk aláírta a hűségnyilatkozatot. Nincs több fogni. Szeretném biztosítani a rendőrfőnök elvtársat arról, hogy a hír pontosan ugyanúgy engem is megviselt, mint az őrmester, de jelen pillanatban nem áll módonban elájulni. Itt a lég nincs mit tenni. Kérek engedélyt a tévedhetetlen fűtékkerültáson elnevezett híd korlátjából a tévedhetetlen fűtékkerültáson elnevezett folyóba ugrani. A helyzet kétségvető, de azért van még remény. Hát tudtam, hogy a főnök soha nem adja fel. A főnök tévedhetetlenem mindenkinél. Persze, a főtitkárásnál nem tévedhetetlenem, hiszen nála tévedhetetlenem nincsen sehol, de azért eléggé tévedhetetlen. Elég tüzeles! A terv a következő. Maguk ketten egyszerű munkásházat próbálnak költözve, kimennek az utcára, és provokálják a népet. Tehát a rendfőnök eltárs, évek óta próbáljuk ezt csinálni, a nép egyszerűen provokálhatatlan. Tegnap este sem jött össze a kosmában, ahol önszorgalomból, szolgálaton kívül provokálgattam. Hogy próbálkozom? Mit gondolod? Azt mondtam, hogy két kis pohár levet kérek, mint rendszer. Tetszik érteni? Rendszer? Vagyis hogy a rendszer miatt? És le? Vagyis hogy mindennek nyisszuk meg a levet? De nem értette a kosmáros, hogy csak úgy tett, mint aki nem érti. Hát ennél most legyenek egy kicsit direktebb. Fogja ezeket a rendszerellenes röpfeleteket, és használják fel. Képtelen vagyok hozzáni ezekhez a szennyes irományokhoz. Majd én vigyázok rájuk, drága főnök elvtárs. Remek. Most menjenek a dolgukra. Remélem ezúttal sikerrel járnak. Nagyon szálltok magukra. Mi lesz ez a világban rendőrség nélkül? Ez nem hagyhat a Lichter! Bocsánat. Ez nem hagyhat a főtitkárom. Államvédelmi hatóság énekkara, Tomilin szovjet zeneszerző 1936-ban Rákosi elvtárs kiszabadítására írott dalát adja elő. Nem szeretem ezeket az árulás küldetéseket. Alig várom, hogy visszavehessem az egyenruhámat. Koncentráljon a feladatra, őrmester elvtárs. Fogja meg a tizenet. Mit kérdezem a tizenes? De őrmester, tudjam, most férj és feleség vagyok. Ne veszélyeztesse a küldetésünk. Még ez is. Nem elég a civil ruha. Most beállunk a sorba, és innentől kezdve nem őrmester elvtárs az őrmester elvtárs, és természetesen én sem vagyok többé tizenes. Engem nyugodtan szólíthat. Akarom mondani, szólíthatsz kincsem. Mit meg nem teszek pártunkért és kormányunkért? Régóta állnak sorba az asszonytársa? Egy ideje. Mindig ezon akárhányszor jövünk ki a piacra. És? Eltárt talán siet valahova? Akkor álljon előre, mi ráérünk. Egy, kettő, három, egy! Kettő, három, egy! Legfőbb eléje türelem.
ahogyan azt tévedhetetlen főtitkár eltárs is megmondta. Ha ma egyel beljebb húzok a nadrág szíjat, holnap teljel mézel folyókánálba találjuk magunkat. Ezt is a főtitkár eltárs mondta. És ezt maguk el is hiszik, asszonytársak? Tudják, mit szokott erre mondani az én férje? Na, mit szokott erre mondani a maga férje? Na, mit szoktál mondani? Én. Azt szoktam mondani, hogy ott fönt nem törődnek velünk. Minden fejes csak a maga pecsenyéjét sütögeti. Minket meg hagynak megdöbbeni. Akkor a maga férje egy porszem, ami tökéletesen működő társadalmunkban, és mi nem szeretjük a porszemeket. Egy, kettő, három! Egy, kettő, három! Na de azt mondja, figyeljünk meg, hogy mire sorra kerülünk. Nem jut már más nekünk, csak mócsing. És? És? Én kifejezetten kedvelem a mócsingot, sőt nem csak én, hanem a családom is. Ma reggel is ezt mondta a férjem, hogy hozzak egy kiló mócsingot, de kifejezetten abban a rágós fajtából, mert csak az esik jól neki. Én például másért be sem álltam volna a sorba, csak a mócsingért. Ki is domnának hazulról, hogyha Bélszint vinnék vacsorára? Nem sokára mócsink se lesz, asszonyok. A mezőgazdasági minisztérium elrendelte, hogy csak azt a sertést érdemes felhízlani, amely jelenleg 50 kilóval születik. Ki hallott már 50 kilós malacról? Elég szomorú, hogy maga nem. Most olvasom a párt lapjában, hogy amit tévedhetetlen főtitkár eltársunkról elnevezett termelőszövetkezetben, már csak ilyen 50 kilós malacok születnek. És azért van, mert ebben a termelőszövetkezetben a legfejlettebbek a kocák ideológiának. És tudják, hogy nekik ez a párt által meghatározott kötelességük! Bizony, ebben az országon még az állatok is tudják, hogy mi a dolguk. Amióta kiraktam a tyúkabban tévedhetett a főtitkár eltárs portrét, minden tyúk dupla sárga jő tojást tojik. Reménytelen! Jobb hagyjuk az egészet! Alaptatonos! Provokálhatatlan mondnak! Nem adhatjuk fel! A rendőrfőnök eltárs számít rá követ. Most azonnal összeszedi magát és visszamegy! Annyit mondok, asszonyok, a kapunk is van itt ebben a húzsodban. Az itt, hogy büdös lesz. Annyira rossz az országunk vasúti közlekedése, hogy mire felér az élelmiszer vidésről, már romlott. Tehát ez nem érdemi párt, nem érdemi pártunkat, kormányunkat, amit élhetetlen, hűtítárát. Na most már elég. Azt hiszi, hogy tűrjük szó nélkül pocskondiázni szeretett főtitkárátásunkat? Hát nem. Ráadásul a vasúttal nincsen semmi baj. Ma olvastam a pártlapjában, hogy meg háromszoroztuk a vonattermés az elmúlt két évben. Na, hát mit szól maga úszító? Viszont a sinterbelés teljesen leállította az az ostoba közlekedés miniszter, amit kihetetlen fütikkerentásunk öccse. Sin nélkül mit ér az a rengeteg mozgó? Hagyja már abba! A párt következő 5 éves termében benne van a sín nélkül használható légpárnásvonat feltalálása. 5 év múlva mit csinálnánk azzal a sok sínnel? Kinek letenni több kilométer sínpárt, hogyha úgyis fel kell szedni? Majd talán maga felszedi? Hát nem annak a szorgalmasnak nézem. Na mostani mozdulyoknak még kell sín! Gyűlölem az ilyen okoskodókat. Sín, csak ez bírja hajtogatni. Földhöz ragad beszűkült látásmód. Na, az ilyenek miatt olyan nehéz a harcunk az új társadalomért. Menjük! Tényleg nem lehet semmit sem. Ami tévedhetett a főtitkár eltársunk, ostoba, mint egy szöbb! Thank you.
itthon van? Még nem tért haza a szolgálatból. Nem tért haza a szolgálatból? De hiszem a szabadnapos. Gyűlöli a szabadnapot. Mindig azt mondja az én drágám, ha a főtitkár elvtárs nem pihened, hát akkor ő hogy pihenhetne? De milyen ügyben keresik, és kik maguk? A főnök úr és a tizedes? Micsoda megtiszteltetés! Itt szerény hajlékunkban. Ugyan, asszonyom, kérem ez a Marta szolga. Folytassa, amit csinál. Tényleg, mivel is foglalatoskodik? Sújtást horgolok az uram alsó nadrágjára. Nem érzi jól magát civil ruhában. Valami karhatalmi dolgot akar viselni, legalább alul. Milyen nagyszerű elfoglaltság, soha jobb időtöltést. Bár csak én is meglephetnék valakit egy ilyen figyelmességgel. Valakit, aki nagyon fontos nekem. Akit nagyon szeretek. Tizedes. Főnök úr, kérem. Igen? Kérem, mentse fel őt ez alól a szolgálat alól, hogy ne kelljen már civilbe provokálni járnia. Nem értem. Senki nem érti, hogy lefogyott, hogy tönkrement, mióta civilben kell járnia. Nem érhet mundér nélkül. Elsorvadt szegényként. Sajnos nincs mit tenni. Provokálni mindig civilbe szokás. És ha csak egy csákót venne fel? Egy csákót? Ez képtelenség. Bocsánat. Értsék meg, amúgy is olyan nehéz helyzetben vagyunk. Sehol egy lázadó, sehol egy valamire való zavargás. Mi lesz így velünk? Tönkre tesz az átkozott rend. Ne is mondja. Az uram is kedvetlen, mogorva, kiállhatatlan. Csak egy jó kis letartóztatás hozná vissza a lelki békéjét. Nekem is. Nekem is. Tehát olyan nem lehet, hogy milyen világon kell nekünk élni. Nem is élet ez. Volt egy idősebb ember az utcánkban. A sokat panaszkodott. Né, cik, kedvet, azt mondja, hogy ez de az igazat megvalva nem a pártra panaszkodott, hanem a közvényére. Ha nem baj, az is valami. Hogy szegény közösségi izgatásért felakasztott anyám mondta, a panaszkodó embert hamarabb utolérni, mint a sánta kutyát. De nemrég meghalt, biztosan valami óvatosságból. Miért kellett ez? Nem látja, hogy felizgatta ezt a szent embert? Mindegy, nem érdekes. Hogy kerültek össze az urával? Régi történet az. Ő feljelentett engem, én feljelentettem őt. Hát így megy ez. Szép történet. Ha valaki, akit nagyon szeretek... Tézedes. Tudom, tudom. Egy gyerekük van? Van kettő, de most be vannak zárva. Kiengedjem őket? Nem, nem szükséges. Jöhetem már a férje? Lehet, hogy már itt van. Szeret a lépcsőn hallgatózni. Kimegyek, megnézem. A főnök úr nálam! Micsoda megtiszteltetés! Inkognitóban vagyunk itt! Majd még beszélünk erről, de miért nem az ajtó jött be? A háztetőkön átjöttem, mert azt reméltem, hogy hát a találkozom illegálist, mert nem továbbra is minden rendben. Le kell mondja. A feleségem. Nincs itt. De csak kiment a lépcsőházba, onnan várja magát. Szeret hallgatózni. Attól mindig megkönnyebbül. Nem baj, ha felveszem a rendőr sapkám. Úgy érzem magam ebben a civil ruhában, mintha mesztelen lennék. Csináljon, amit csak akar. Visz ide az a... Ráadásul szabadnapos. Szabadnak. Tudok én pihenni? Provokálgattam egy kicsit délelőtt, de nem sült ki belőle semmi. Hát igen, riasztó ez az általános törvénytisztelet. Nos, hol is kezdjem. Jó ideje együtt dolgozunk már. A maga buzgalma, lelkesedése, odaadása messze előmúlja példásra teljesített feladataim köré. Noha e feladatok sem valami könnyűek. Köszönöm, rendőr főnök úr. Az őrmester olyan hatást gyakorol rá, mint Herkules, amikor fát vág és vizet hord. Bizonyára nehéz és hasznos munkák ezek is. De nem egy Herkules reméletezettek. Magában olyan erőre élik, őrmester uram, mert a közönséges szolgálatban nem találja meg a kiteljesedést. Az őrmester illetet hordozója a rend eszméjének és az általános fegyelemnek. Az őrmester a rendőrség szentje. Tizedes.
Nem érdemlem meg a dicséret így mérvű rámbetülését. Dehogy nem, dehogy nem. Szóval, lenne itt egy nagyon komoly feladat, amely egyszerűen megoldaná minden gondot. Számíthatunk magunkra? Egy feladat, ami megoldja rendesen minden gondját? Bizony. Újra lesznek rabok, zavargások lesznek az utcákon. Az emberek felszedik majd a kockaköveket és barikádokat emelnek. Istenem, de szép is lenne. Mit kell tennem? Ma este elszakít itthonról, és többé nem jön be a munkájára. Micsoda? Miért? Mert maga holnaptól az újjászerveződő ellenállás fegye lesz. Új nevet is kap. Mondjuk, legyen... Szabadságkapitány? Szabadság. Nem is rossz. Nem érte semmit. Mit nem ért? Nincs rabunk. Az utolsó is aláírta a hűség miatt közöttünk. Miért nincs foglyunk? Na, miért nincs? Mi? Mert a nyakunkra telepedett ez a bosszantó rend. A rend nem jó nekünk. A rend a mi nagy ellenségünk. Tehát mit kell csinálnunk? Mit? Rendetlenséget! Azt kell csinálnunk! Erről van szó. Rendetlenséget kell csinálnunk, hogy utána rendet teremtessünk. Hisz rendetlenség nélkül nincs rend. Világos, mint a nap. De az emberek nem hagyják munkat provokálni. Ja, hagyjuk már ezeket az őskori módszereket. Maga, holnaptól a föld alatti mozgalom fejlesz. Leletező röblapokat ír a rendszerről, és terjeszteni fogja azokat az egész városban. Bajszfirká a tévedhetetlen főtitkár elvtársad ábrázoló plakátokra. De rendőrfőnök úr, mi ez az egész? Hát még mindig nem érti. Az embereknek példát kell mutatni mindenben. Még a rendetlenségben is. Elég volt a szavakból, a szavak nem értek el semmit. Jöjjenek a tettek. Előre a rendetlenség felé vezető úton. Rajzolja Bajuszt a tévedhetetlen főtitkár elvtárs plakátjára? Bizony, ez a pártának jelölt feladata. És hozzáteszem, ez csak a kezdet. A kezdet? Fél év sikeres aknamunka után a bombát dob a rendőrség épületére. Bombát? A rendőrség épületére? Igen, bombát. És igen, a rendőrség épületére. Vagy talán nem képes már egy ilyen kis áldozatot sem meghozni a mi rendőrségünkért? De hát nekem nincs is bombám. Kicsinség. Épp van nálunk egy véletlenül. Vizeles? Igen. Ja, már hozom is a bombácskát. De hát én képtelen vagyok kártenni a rendőrség épületében. Nem fog, ez egy betöglött bomba. Csak az általunk annyira áhított zavart fogja kelteni. Ez még mindig nem érte a lényeg. Ha jól csinálja a szent küldetését, nem egy, hanem száz. Egy százezer foglyunk lesz. Persze ez még egy apróságot kell tennie. Jaj. Nyugtasson meg, hogy ezt akartam mondani, hogy jaj, de jó. Szóval annyit kell még tennie, hogy egy év múlva sikertelen merényletet kell megkísérelnie akaratlan tábornok ellen. Ennyi. Miért? Hogy már engem is idegesít az értetlenkedése. Mostantól kezdve fél évig minden nap izgat, aztán pedig bombát dob a rendőrség épületére. Izzani fog a levegő, és akkor maga tovább izgat. Egy év múlva pedig merényletet kísérel meg a tábornok ellen. Olyan zavargások lesznek itt, ha bele borzongok, ha rá gondolok. Tele börtönök, fel alá menetelő rendőrosztagok, és egy boldog rendőrfőnök. De miért pont én? Itt ez a csodálatos feladat, és maga csak azt tudja kérdezni, hogy miért. Na menjen, barátom, és végezze a feladatát mindannyiunk boldogságát. A sapkát. Muszáj. Sirem vagyunk! Sirem bizony! Nem lehet még itt a búcsúzás. Csak te voltál nekem, senki más. Elvitted álmomat, még látom arcodat. Nem szabadna találkoznunk. A rendőrfőnök megtiltotta. Tudom, de nem érdekel. Mi van veled? Olyan furcsa vagy mostanában. Úgy volt, hogy bajuszt rajzolsz a főtitkár elvtárs plakátjaira, de a múlt héten lefűrészelted egy köztéri szobrának a fejét? Én sem tudom, mi van velem. Mostanában furcsákat támadom. És egyre jobban meg vagyok arról győződve, hogy az országunk vasúti közlekedése. Bocsi. De Jézusom, és miről is álmodsz? Arról szoktam álmodni. Sétálok az utcán, Szilvia.
süt a nap, és velem szemben jön a karhatalom tábornoka, akit háromszor mérbelőlök, mikor egymás mellé érünk. Aztán tovább sétál. És boldog vagy. Kimondhatatlanul boldog. Jajaj, te a rendszer állellenségéből az igazi ellenségévé váltál. Hogy tetted ezt velünk is a gyerekekkel? Azonnal jelensd föl magad. Nem tettem. Most robbantottam fel a rendőrséget 10 perc. És amikor felrobbantottad, mit gondoltál? Ugye azt gondoltad, hogy ezt a rendőrfőnök parancsára teszed a pártért és a főtitkár elvtársért. Ugye, hogy ezt gondoltad? Én inkább arra gondoltam, hogy ott pusztulja meg minden zsarnok diktátorra, ahol éppen tartózkodik. Meg arra, hogy szabadság, egyenlőség, testvériség. Hogy juthattál el idáig? Szégyeld magad! A legtöbb, amit értek tehetek, az az, hogy most azonnal feljelentelek. Lehet, hogy igazam van. Talán jót fog tenni egy kis feljelentés. Talán mindened olyan, mint régen. Talán. Kit akarok becsapni? Saját magam! Nem fog az már menni! Mikor ígérte a rendőrfőnök a merénylőt? Délután 6-ra. Hát ki vagyok én? Egy jött meg? Egy senki? Nem. Én a karhatalom tábornoka vagyok. Úgy érzem, joggal várhatom el, hogy a merénylőm pontos legyen.
Teljesokkal tábornok eltárs, teljesokkal. Azonnal intézkedem. Őrség, kérem, hogy haladéktalan engedjék be a merényőt, ha megérkezett. Ha. Lesz egy kis szavam a rendőr. Tábornok eltárs, kérem, nyugodjon meg. Nem teszünk az idegeskedés, főleg itt a merénylet előtt. Igaza van. Gondoljuk át újra a dolgokat. Magannál van a beszédem, ami átlőtt karmal a karhatalomi illetének erkélyéről olvasok fel? Természetesen! No és milyen? Maga már biztos olvasta, nekem még nem jutott rá. Brilliás, ő mindig meg lett tábornok úr. No és miről beszélünk? Arról, hogy az öntért arcátlan és pimasz merénylet tulajdonképpen áttételesen a pártunk és még áttételesebben a tévedhetetlen főtitkárváltásán irányult, ezért kötelessége bevezetni a statáriális bíróságot, meg a szükségállapotot. Na meg arról is beszél benne, hogy amíg a pártnak és a tévedhetetlen főtitkárváltásnak élő ellensége van, addig az ön kezéből nem hullik ki a fegyver! Meg kell hagyni, szépen beszél. Nagyszerűen. Na, végre még érkezett az orgyilkoson? Attól tartok még nem, csak a sajtósok vannak itt. Sejtettem, hogy ez lesz. Itt vannak a firkászok, és nekem még nincs átműve a karom. Még a merényőm sem érkezett meg. Ezért valaki felelőtt. Most mit csináljuk? Talán kínáljam kávéval az újságírókat, míg éppen ne nem ő valaki. Távol kávtárs, nyugodjon meg kérem. Talán még jó zsidó sajtósok előbb érkeztek, így nyugodt körülmények közt tud nyilatkozatot adni a történtekről. De még nem történt semmi, nem vérzek sehol sem. Egészségesebb vagyok, mint valaha. Kicsinség, pontosan tudjuk, mi fog történni. Jaj, nekem, jól nézek ki? Csodálatosan. Szabad! Üdvözlöm az elvtársakat. Először is a vérbe fagyott merényőről készítenék pár felvételt. Hol is van? Hát, attól tartok, még nem érkezett meg. Talán addig nyilatkozhatnánk önöknek a körülményekről. Elvtársak, nekünk másfél óra múlva lapzárták van, ráadásul ez lenne a címlapsztori. Szóval nem érünk előre. Megkérném a fényképész elvtársat, hogy csináljon pár fotót a tábornok elvtársról. A sérülés pedig majd oda a rektusájuk. Pontosan, megkérném a tábornok elvtársat, hogy álljon a fő titkár elvtárs képbe. A lát tökéletes, tarts úgy a karját, mint hátvitték volna lejjebb egy kicsit szenvedő barc kifejezést. Igen, maga pedig. Kérem, feküdjön a szőnyegre, ön lesz most az ártalmat nyújtott merénynél, ezt vegye le. Még hogy én? Persze maga. Talán derogál a merénylőmnek lenni? Ó, maga a merénylő! Épp időben. Csak hogy meg. Mennyi most az idő? 6 óra. Hát nem 6 óra. Merénylet után lesz egy kereshetlen szavam magához elhozza a szélhámos rendőrfőnökének. Mégis mit képzel maga? Azt hiszi, hogy kikezdhet a tábor... Ez csak valami tévedés. Én csak parancsot, talán meg tudjuk beszélni. Éljen a szabadság!